Idén április 1-én ünnepli városá avatásának 50. évfordulóját Dombóvár. A fél évszázados jubileum alkalmából március 4-én a Földi István könyvtárban Takács Istvánné előadását tekinthette meg a publikum. 50 évvel ezelőtt 20 éves voltam. Akkor indult a pályám ifjú házasokként férjemmel, és követtük már Dombóvár sorsának alakulását. Már híre volt 69-ben annak, hogy városi címre aspirál ez a kis Dombóvár. Az is igaz, hogy valamikor volt már város. A helytörténész előadásában hangsúlyozta, hogy a múlt században több olyan fejlesztés is említésre méltó volt, amelyben a település élen járt. Dombóvár vasúti csomóponttá vált. 1958-ban az első vízi közmű társulat alakult meg az országban Dombóváron. 1969-ben átadták a kórházat, majd 3 évvel később, 1972-ben a Napsugár áruházat, amely az első kereskedelmi központ volt a térségben, megelőzve Szekszárdot, Kaposvárt és Komlót. 1 évvel később, 1973-ban megnyílt a gyógyvízre épülő Gunaras termálfürdő, amelynek megépüléséhez a lakosság téglajegy formájában járult hozzá. Ugyanebben az évben a megyében itt épült meg az első tanuszoda. Az évtizedek felidézése után a hallgatóság tagjai közül ketten is szívesen meséltek emlékeikről. 70-től kezdődően itt olyan házbontások, utcanyitások és építkezések vették kezdetét, amit kimerem jelenteni, hogy a maga módján példanélküli, legalábbis a Dunántúlon. Nagyon jó beszélgetéseink voltak, tehát mentünk este 6-kor a koronába már, és volt úgy, hogy hajnal 2-3-ig ott szépen elbeszélgettünk még, ugye Isten nyugosztalja, jó emlékű Balázsi Gyuszi bácsit, aki azért, mint fafaragót ismernek, ő volt a klubvezetőnk, és hát akkor mondhatnám a többieket. Tehát ez az első, ami igazán szép emlék, hogy Dombóvár város lett. 50 év a történelemben csak egy pillanat, de Dombóvár számára nagy jelentőséggel bír. A kulturális időutazás nagy sikert aratott a könyvtárban.